Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék az Endlingnek a negyedik részével. Az az igazság, hogy annyira leköt a játék, annyira tetszik, hogy egyszerűen nem bírom abba hagyni, szóval most már egyhuzamba veszem föl belőle a negyedik videót. És hát ugye az előző részt azt ott hagytuk abban, hogy bekergetett minket ide egy ember, és nagyon bántani akart minket. Bízom benne, hogy sikerül majd túlélnie minden egyes kis rókának ezt a történetet. Illetve abban is bízok, hogy sikerül egy új képességet is megtanulnunk, mert nyilván azért úgy sokkal könnyebb lenne majd boldogulni. Úgyhogy szerintem ki is jövök innen, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz itt. Figyelem elterülő pontok félre vezetik a szörmést. Hát jó, a szörmés. Nyisd meg a térképet, az M gombbal az egyik jelzésű hely. Lehet, hogy ez egy eltereld a figyelmet. Ó, oké, most feloldódott megint egy csomó új terület. De szerintem én akkor a lila szag irányába mennék. Wow, egyre több itt az ember. Hát itt most nagyon kell vigyáznunk konkrétan. Itt most nagyon-nagyon vigyáznunk kell, mert szerintem itt mindenki bántani akar már majd minket. Kivágták az erdőt. Na megint rengeteget változott a játék. Itt van egy rókacsapda, amiben nyilván nem szeretnék belefutni. Viszont nagyon szeretném, hogy az egyik kölyköm megtanulja majd, hogy hogyan lehet a rókacsapdából kivadászni az élelmet, mert szerintem azt fogja majd tudni. Viszont egyelőre azt még nem találtuk meg. Ó, ez itt micsoda? Jelöld meg ezt a helyet, hogy félrevezesd a szörmés. A szörmés az éjszaka végéig átfésüli utálad ezt a területet. Oké, szóval elméletileg, hogyha megjelölök egy ilyen területet, akkor oda küldöm konkrétan az embereket, és talán egyszerűbben túlélhetek. Lesz valami állat is, vagy bogyó, vagy valami, amit le tudok vadászni. Nem, szemét. Mindegy, eszünk. Mert enni kell. Egyébként ez tök jó, tehát, hogy én ezt nagyon szeretem a játékoknál. Jaj, ne! Nagyon-nagyon szeretem ezt a játékoknál, amikor így szépen adagolja mindig az újabb és újabb funkciókat. Pont ezt tetszett nekem például a Horizon Forbidden West-be is, hogy ott is konkrétan a játék legvégén kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy ugye tudjunk repülni. És ez nagyon-nagyon király, amikor mindig újdonságok várnak egy játékban, és nem a játék elején elérhető minden. Na de ezt meg kellene szaglásznunk, hát ha esetleg többet megtudunk a kisrókáról. Na nézzük, mi történt akkor a kisrókával. Szegénykém, mit vették ki? Hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy életben van még. Bár azért most már eléggé sok idő eltelt azóta. Tehát ha úgy nézzük, akkor azért ugye volt közben egy tél, most már tavasz van, ki tudja, hogy mi lett vele. De én azért bízok benne, hogy meg fogjuk még találni, és életben van, és jó sorsa van. Az ott mire kellett neki? Mit akart csinálni? Piciknek ezt odaadjuk. Valamit ott akart csinálni, de nem tudom, hogy mit. Ez nem volt annyira egyértelmű. Ami nyilván nem is baj, hogy nem annyira szájbarágós a dolog, de erre mutatja megint a szagot, úgyhogy rossz irányba jöttem. Itt föl kell mennünk. Akkor viszont ez nem az az ember volt, nem abból az emberből nőttek ki a virágok. Akire ugye gondoltam az előző részben. Ott lehet érdemes lenne lopakodnunk, mert itt tuti lesz ember. Hűha! Életben van még a pici! Így fog megtanulni fára mászni. Új készséget tanultál meg, mászás. Nekem is föl kell mászni. És mi lesz a többivel? Mi lesz a többi picivel? Na ne! Ugye nem lesz bajuk. Itt is van egy ember. És ő nem bánt. Ez egy gyerek? Lehet azért nem bánt. Ne! Nagyon félek attól, hogy itt valami baj lesz. Nagyon-nagyon félek attól, hogy itt valami baj lesz, de ezt még meg akarom szagolni.
Utána pedig szaladnunk kell haza. Legalább akkor a gyerekek még tiszta lelkűek, tiszta szívűek. Bottal akarta bántani a picit. Na gyorsan fussunk haza. Kicsit több megint kiderült így akkor a történetből. Wow, azt nézem, hogy most már csak két történetszál lesz ahhoz a pici rókához. Szóval lehet, hogy hamarosan rábukkanunk, hogy pontosan mi is történhetett vele. Azt nem tudom, hogy minden kis rókához fog tartozni valami hasonló. Mert mondjuk akkor az... az úgy eléggé para, hogyha mindegyiket el fogom egyszer veszíteni. Remélem nem. Milyen messze vagyok? Hű, nagyon messze, és ott lesz még az az ember, akit oda láncoltunk jó formán. Hogy fogok én itt elmenni mellette? Erre felemutatja pedig. Erre felemutatja pedig, de én arra nagyon nem akarok menni. Hát ott lesz az izé, csávó. Miért mutatta ezt meg a játék? Hogy fogok én innen hazamenni? Gyertek, picik! Hű, a szörmés! Ezeket nagyon nem szeretem, ezeket a szörméseket. Ezek nagyon-nagyon gonoszak, nagyon-nagyon kegyetlenek. A rókacsapda, azt átugorjuk. Jó. Remélem, most már hamarosan hazajutunk. Nagyon-nagyon bízok benne, mert... jó, itthon. Menjünk be, mert ez így nem lesz jó. Békés ösztön. És akkor megtanulta a másik kis róka a mászást. Innentől kezdve szerintem azokat a kis tojásokat is le tudjuk majd szedni a fákról. Ami egyébként tényleg nagy-nagy segítség lesz. Na nézzük akkor a következő napot. Mindezek ellenére még mindig vannak kedves emberek. Igen, a gyerkőcök. Szerencsére, a gyerekek még tiszta lelkűek és kedvesek. Hú, mennyi kérdőjel lett most. Azt ott viszont mindenféleképpen szerintem érdemes lenne megnézni a régi területen. Viszont akkor nekem a másik irányba kell pont megindulni errefele. Hát bízom benne, hogy nem fogunk belehalni. Nyilván az annyira nem lenne szerencsés. De ez az egy ötletem van, hogy ott tudunk visszamenni, mert ott azon a gyárépületen keresztül én nem hiszem, hogy menni fog. Vagy várjál csak, ott a pici nem tud átjutni a hídon, úgyhogy lehet, hogy ezt mégiscsak innen kéne meg közelítenünk. Lehet, hogy ezt mégis innen kéne, mert hogy ott a híd miatt nem tudott jönni, nem? Valami ilyesmi volt. Akkor viszont most nem azt nézzük meg, hanem itt... de ott meg az le van zárva. Tehát az útvonal le van zárva, viszont ott elmeteg itt le tudunk jönni, ott is lesz valami kis esemény. Mindenféleképpen eseményekre szeretnék most hajtani, mert nyilván azok fognak nekünk újdonságot jelenteni. Itt az emberek nagyon dolgoznak. Ha, és akkor most a kicsit fel tudom küldeni? Aha, és lehozza nekünk a tojást. Egyem meg! De édes. Ez nagyon-nagyon tetszik. Na, egyetek. Kis tesótok megszerezte, úgyhogy megérdemlitek. A bogyót azt visszafele útra meghagyom, hogyha esetleg sokáig kint leszünk, de szeretnék azért nyilván időben hazaérni. Itt is van még majd bogyó. Nem akarok tényleg pazarolni, mert nem tudom mennyi idő, amíg ezek visszanőnek. Szerintem azért nincs minden éjszaka ezen bogyó. És akkor erre fele mutat valami eseményt. És nem csak ezt az egyet. Jó, ezt is meghagyjuk szerintem későbbiekbe. Ezt meg tudom jelölni. Itt is akkor lesz valami. Valami emberrel kapcsolatos. Bárja, innen jöttünk. Oda a ház végébe kéne eljutni. Nem lenne jó, ha lelőnének minket, úgyhogy azzal nagyon vigyázni kell. De ott van az ember, ide látom. Fú, de megutálom az embereket emiatt a játék miatt. Nem nagyon merek vakkantani, hogy azt meghallják. Várjál, az a gyerek lesz. Az a gyerek lesz, aki adott nekünk enni.
Minden esetre azért lopakodva jövök ide, de... kedvesnek tűnik. Egyem meg! S jó, ad nekünk mindig enni. Hú. Megsimogatja. De édes. Hát ez jó volt megnézni. És akkor gondolom tőle majd fogunk kapni mindig élelmet, hogyha valami nagy baj van. Viszont itt szerintem nem fog tudni visszamenni. Vagy föl tudok majd menni? Lehet, hogy föl tudok menni, mindjárt megnézzük. Ha még egy egeret is elkaptunk közben, jó? Akkor feloldottam az útvonalat, tehát akkor vannak olyan útvonalak, amiket én is fel tudok oldani. Na jó, lehet, hogy érdemes lenne úgy most már hazamennünk, mert... hogy fogalmazzak, félek! Féltem a kicsiket! Szerintem ezt még megehetnék, ezt a kis egeret, amit fogtam, mert valószínűleg így is úgy is meg kell, hogy egyék, és akkor utána alszunk egyet. Viszont ez jó sok izét levesz. Lehet, hogy azért, mert ugye még korán bejöttünk. Relatíve korán. De akkor onnan föntről kellene megpróbálni. Nem tudsz újra felugrani, ha a platform túl magas. De kivágtak itt is mindent. Nagyon sokat változik folyamatosan itt a környezet. Tudod, valahogy el kéne, hogy jussak, viszont most azt nézem, hogy egy csomó út feloldódott. Lehet, hogyha erre elmegyek és ott vissza, akkor meg tudjuk azt is nézni. Viszont megint a rossz irányba indultam meg. Bocsánat egyébként, tudom, hogy ez nagyon idegesítő tud lenni, hogy nehezen tájékozódom. Tökre megértem, hogy valakit ez irritál. Pedig eskü igyekszem. Tere, nem tudok felmászni. Ah, de van akkor itt egy rövidített útvonal, tehát akkor a térkép is folyamatosan változik így. Mondhatjuk. Viszont akkor én itt rossz irányba jövök. Valahol itt át kéne mennünk. Hol tudok én itt átmenni? Itt mutat valami utat. Ja, itt le! Ah, oké. És akkor ezt pedig bevisz oda a gyárba. Ami nem biztos, hogy jó. Oh! Áj, beleszaladtam a rókacsapdába, pedig ez tuti régóta itt van. Igen, és akkor itt akarok bemenni, és itt volt az a terület, igen, amit meg lehet majd jelölni. Hát remélem meg tudom jelölni, úgyis, hogyha lesebesültem. Ugye ide vonzam azt az embert, aki vadászik ránk. Ide láncoljam. Vagy nem itt volt, de valahol itt volt szerintem. Vagy az már lehet, hogy eltűnt. Lehet, hogy akkor ezek is így eltűnnek időről időre. Itt van itt valami. Arra lefele mutatja, de... én nem tudtam volna bemenni valahogy. Olyan, mintha ott úgy mutatna, hogy itt be lehet valahol menni. Mindjárt megnézem, hát ha... lehet itt a bokornál lehet, vagy ott fönt? Lehet, hogy azt a fönti útvonalat mutatja, viszont én oda hogy megyek föl? Szerintem én... ezt mutatja, de én ide nem tudok sajnos még fölmenni. Akkor viszont nem tudom, hogy hogy fogunk oda bejutni, oda a gyárépületbe. Pedig a kis róka amúgy tuti onnan jön. Vagy oda kell majd érte bemennünk. Ez hihetetlen, hogy mindig ez a szemetes zsák ráakad a fejemre. Ez borzasztó alattomos dolog. Hát akkor ez az este inkább csak a túlélésről fog szólni, én úgy érzem. Egyébként lettek volna még ott események, de... vissza is kell majd, hogy jussunk innen. És ne, megint a zsák... ó, te. Az életemet teszem kockára, már két ilyen nyakörvet is szereztem magamnak. Hát jó, itt vissza tudunk menni, és akkor ott lesz a gyerkőc is. Hát, ha esetleg még egy esemény belefér ebbe az estébe. Valahol itt... ajjaj. Bagoly. Most vagyunk az éjszaka felénél.
És nagyon-nagyon nem szeretném, hogy elvigye a bagolyak kicsiket. Én akkor merem ezt elengedni, ha már nem hallom a bagoly hangját, és szerintem akkor jók is vagyunk. Itt van amúgy a kislány. Itt van. Szia! Van számunkra valami finomságod? Mindig van, ez az! Te vagy a kedvenc karakterem. Gyere, simogass meg újra. Jól esik nekem is. Nekem is amúgy a kis rókákkal is többet kellene úgy foglalkoznom, hogy megmutassam, hogy... Aj! Nézd meg! Hát ez hihetetlen, cuki. Gyorsabban hazajutok. Fel tudtok mászni, ugye? Remélem. Ott jön az ember. És arra van az otthonunk is. Ez nem jó. Ott van a vadász is, remek. Ne! Ne! Nem jó! Várjál, most teljesen rossz irányba megyek. Ne! Nem, 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 nem! Tessék! Hát ez nem volt szerencsés. De szerencsére a nagyban ilyenkor nem történik, tehát tudom folytatni, de ez borzasztó, hogy meghal szerencsétlen róka mama. Kitekerik a nyakát csórónak. Ó, te. Akkor viszont azokat az eseményeket még megnézem, mert ugye eredetileg is azt szerettem volna, de ez most így annyira letört. Olyan szinten letör, hogy meghal szegény. Nagyon-nagyon vigyázni kell. Hű. Még szerencsére nem teljesen a játék elejéről kell kezdeni, abba gondoljatok bele, az milyen rossz lenne, hogy így... Biztos van egyébként olyan játékbeállítás, nem? Ilyen rémálom mód, vagy nem tudom, hogy hívjam, de értitek, tudod, hogy így egy életed van, hardcore. Hardcore endling. Na nézzük itt mi van. Itt van valami esemény, hogyha jól látom, és itt meg is tudom jelölni ezt a fát. Lehet, hogy majd azt tudom elvezetni onnan. A szörmi is. Ott arra fele mutatja. Itt vannak a borzok, ó! Csapdába esett, vagy mi történt vele? Szegény! Gondolom a kis borsz kellene lejuttatni neki. Várjál, csak itt nem tud átmenni a picúr. Hogy tudok segíteni ennek a borznak? Valahogy mindenféleképpen kellene neki segíteni. Körbe kellene itt mennünk, és le kellene hoznunk a picúrt. Csak hát közben ott van az ember, aki meg minket ak... Ne! Tessék! Na jó, megmentjük a kis borzot, de azért az így eléggé kemény. What? Szegény! Hányszor hal még meg? Ennyiszer még meg se haltam. Azt a mindenit. Jó, itt nagyon kell vigyázni. Itt tényleg egy kis... dolog, ami balul sül el, és annyi. Rotty. Vége a rókának. Ez kegyetlen világ. Mire volt akkor jó, hogy én ott megjelöltem azt a területet? Hát el se jött onnan az ember. Remélem azért tudunk rajta segíteni, és valami képességet is kapunk tőle, vagy legalább a borz barátságos lesz.
Már lehet egyébként pont majd menekülni kell, és akkor abban segít majd ez a fa, nem tudom. Na most akkor kicsit lopakodva. Valahogy ezt lopakodva kellene megoldani, de én itt felugrani nem tudok, szóval... Az tuti nem megoldás. Á, azt kell kivárni, amikor elfordul. Most nem erre fele néz. Két irányba néz egyébként? Több irányba is nézhet, aha. Észrevett! Kérdés, hogy vajon... Keresni fog-e itt akkor továbbra is, vagy... Ha talán most így meg tudjuk kerülni. Ne, 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 ne! Ez így nagyon-nagyon para! És én most is errefele visszanéz, nézzétek! Ezen a területen nagyon nehéz lesz átmenni. Ne! Hát hogy van Shuttle így? Van Shuttle? Pedig biztos, hogy ott meg kell mentenünk. Ez itt amúgy nehéz. Ez a 17. éjszaka olyan, mintha soha nem akarna véget érni. Megpróbálok most akkor ebből az oldalból menni. Hát, ha így egyszerűbb. Ha már célzottan egyből oda megyek. Nem itt, hanem akkor szaladunk itt tovább. Gyertek, picurok! De már ott is van egy. Jaj, nem az az? Ó. Oh. Oké. Okay. Igen, így azért lényegesen gyorsabb lesz szerintem. Talán így még az este alatt meg tudjuk ezt oldani. Igazából tényleg egyből akkor el kell indulni, amikor ő... ugye elfordul. Mert hogy kb. Annyi idő van ezeket megcsinálni. Oké, és megvan a kis borz. Valonnan szereztek egy kis izét, almát. A picik. Ne. Most tuti ide fog nézni, mondom. Annyira tudom már, annyira ilyen érződik rajta, hogy a játék is úgy akarja, hogy nehéz legyen ez a feladat. Ki van centízve minden konkrétan. De valahol itt van a borz mama, nem? Ú, még messze van. Ez még nagyon csúnyán messze van sajnos. Na most nem kell elrontani, most hogy innen elnéz, egyből meg kell indulni, mert ez egy elég hosszú szakasz. Oké, okay, meg vagyunk. Ha itt lemegyek, nem tudom neki könnyebben elvinni. Nem, mert hogy ott egy izé van, ilyen kidőlt farönk, és akkor át kell kerülni, az egész este elmegy. De a picik megint ettek valamit. Honnan szereznek ezek ennyi mindent? Oké. Okay. Jó, és ott van már a borzmama. Szerintem még itt erre rám lát pont, úgyhogy azért megnézem, aha, pont ide világít. Szépen ellopakodunk. És megvan, azt a mindenit. Elhoztam a kicsidet. Egyem meg, de édesek.
De túlélte vajon a borz? Szerintem egyébként nem élte túl. Mármint, hogy így elhoztam neki a kölykét, de szerintem... Nem tudom, mi történhetett, majd meglátjuk, lehetséges, hogy a későbbiekben lesz ennek jelentősége, hogy segítettünk neki. Viszont van egy ember, szerintem. Itt van valaki, aki bántani akar minket. Kicsit azért lopakodnék. Aha, ott van. Valamit pont oda akar édesgetni magához. Megbízom benne, de gonosz. Közben pedig csak megölni akarja ezeket a kis állatokat. Na jó! Biztonságban az egész család. Megéltük a 18. napot is. Viszont szerintem nekem most ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Írjatok kommentet mindenféleképpen, illetve hagyjatok egy lájkot a videón. Andi voltam. Sziasztok!